Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Valaki visszatér hozzád a múltból. Miről van szó, hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A központi téma itt középen látható, és ez jelenti a veszteséget. Ez utalhat arra, hogy te úgy gondolod, hogy ez a kapcsolat már lezárult, ez a személy eltűnt, de ez a veszteség jelenthet még valamit. Ha a múltban voltak olyan kötöttségek, ami megnehezítette a párkapcsolatotokat, mert például ő nős volt, vagy voltak félelmek, akkor ez a veszteség azt is jelentheti, hogy ez lezárult. Tehát itt lesz most egy kellemes meglepetés, ez az ő gondolata. A férfiak gondoljanak itt egy hölgyre ennél a képnél, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utalhat egy hölgyre is, aki gondol rád. Tehát arra számíthatsz, hogy lesz itt egy kellemes meglepetés, hiszen ő gondol rád, a nehézségek elmúlnak, itt van ez a veszteség. Nálad jelen pillanatban még látható a szomorúság, ez az ellenség jelenti azt, hogy ez egy negatív érzelem, de itt látható a veszteség, és a veszteség eltávolítja a szomorúságot, eltávolítja a negatív gondolatokat és érzelmeket. De mégis ez az ellenség utalhat arra is, hogy van itt a háttérben egy személy, aki figyeli az eseményeket. Ennél a kártyánál is, ugyanúgy, mint a gondolatnál, ez lehet egy férfi, és lehet egy nő is, aki féltékeny vagy irigy. Tehát van ellenség itt a háttérben. Mivel itt látható a házasság, az is lehet, hogy ez a férfi nős volt, vagy még nős. Itt a hölgy jelenti akkor ezt az ellenséget, hiszen figyeli őt, de a házasság is elmúlik, mert itt ez a veszteség jelenti azt, hogy eltávolítja akkor ezt a kártyát. Eltudja az ellenséget is, és a szomorúságot is távolítani. Ami téged illet, a jelenlegi helyzetedet, vagy a közeljövőt, valaki gondol rád a múltból, itt lesz egy váratlan öröm, betér a házadhoz, az azt jelenti, hogy meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Persze jelentheti a gondolatait, a terveit, egy közös otthon tervezését és a házasságot. Ez a férfi megjelenik itt, mint egy szerelmes férfi, és itt vagy te látható, mint ez a hölgy, kicsit szomorú még, de ami összeköt benneteket, ez a szerelem. Ez a férfi szerelemmel közeledik hozzád, vannak tervei, házasság, egy közös otthon, tehát komoly tervei vannak. És az ellenség, a szomorúság elmúlik, hiszen a veszteség lapja eltünteti ezeket a kártyákat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!